Sziasztok! A mai ez egy beszélgetős videó lesz, ahogyan a címből is láthatjátok, a téma a stressz, pontosabban, hogy hogyan tudjuk kezelni azt. Ugye most már augusztus közepe van, lassan vége a nyári szünetnek, kezdődik a tanév, jönnek ugye a vizsgák, ZH-k, dolgozatok, számonkérések, illetve vége a nyári szabadságoknak is, szép lassan mindenki visszatér az irodába, kezdődik újra a munka, beindul a mókuskerék, és hát ezzel együtt ugye számos stresszes szituáció jön, gondolom ezeket senkinek nem kell nagyon ecsetelnem, szerintem mindenkinek az életében vannak különböző stresszforrások, és arra gondoltam, hogy most még éppen időben vagyunk ahhoz, hogy felkészüljünk egy picit erre a stresszesebb időszakra, és szeretnék néhány tippet megosztani veletek azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet szerintem kezelni a stresszt. Így az elején szeretném leszögezni, hogy én extra stresszelős típus vagyok, tehát én mindenen tudok aggódni és idegeskedni, hogyha nincs semmi, én akkor is találok valamit, és hát ez hosszú távon azért nem túl jó, mert akár az egészségünk is rámehet. Éppen ezért szerintem nagyon fontos, hogy megpróbáljuk kezelni, megtanuljuk azt, hogy hogyan tudjuk kezelni ezeket a stresszes szituációkat, és ezért gondoltam, hogy talán nektek is hasznos lehet egy ilyen videó, úgyhogy vágjunk is bele. Az első tanácsom az az, hogy próbáljatok meg előre felkészülni a stresszes helyzetekre. Ez nem azt jelenti, hogy már hetekkel előre rá kell parázni és szét kell izgulni magatokat. Sokkal inkább arról van szó, hogy próbáljatok meg lelkiekben előre felkészülni a közelgő nehéz, illetve feszült helyzetekre, illetve próbáljatok meg előre gondolkodni azon, hogy hogyan tudjátok minimalizálni a stresszt majd ezekben a szituációkban. Próbálj olyan helyzetként tekinteni a szituációra, amit meg kell oldani, és ne olyas valamire, amit le kell győzni, mert ez sokkal feszültebbé tesz, illetve hogyha tehetitek, akkor próbáljatok meg úgy szervezni az életeteket, illetve tervezni a dolgaitokat, hogy abban a stresszes időszakban ne legyen nagyon más ilyen nagyobb volumenű dolog, hiszen ezek ugye elvonhatják a figyelmeteket, illetve az energiáitokat, illetve az is igaz, hogy ilyen stresszes szituációban nagyon nehéz komoly döntéseket meghozni, bár ez ugye sokszor elkerülhetetlen. A következő tippem az az, hogy nézd reálisan a problémát, ami a stresszt okozza, vagyis ne nagyítsd fel, de ne is kicsinyítsd le a problémát. Ugye nagyon sokan hajlamosak vagyunk arra, hogy felnagyítjuk a problémát, és már olyan dolgokat is belelátunk, amik még meg sem történtek, vagy egyáltalán nem is állnak fenn, és gyakorlatilag ugye sokszor bolhából elefántot csinálunk, és ez sokkal inkább megnehezíti, hogy kezeljük az egész szituációt. Most mondok egy konkrét példát, én amikor régebben ZH-ra készültem, nagyon sokszor már az lebegett előttem, hogy te jó ég, hogyha ez a ZH nem sikerül, akkor nem mehetek vizsgázni, hogyha nem mehetek vizsgázni, akkor csúszik a fél évem, ha csúszik a fél évem, akkor később diplomázom, és stb. Tehát még csak egy ZH-nál voltam, de én már azt láttam, hogy később fogok tudni diplomázni, holott teljesen felesleges előre aggódni ezeken, arra az adott dologra kell koncentrálni, ami éppen akkor fennáll. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy nem szabad lekicsinyíteni vagy elbagatelizálni sem a problémát, tehát mindenféleképpen próbáljátok meg reálisan szemlélni azt, hogy mivel is álltok szemben, és így könnyebb lesz kezelni a helyzetet. A következő tippem az az, hogy tanuljátok meg kezelni a stressz által okozott fizikai, illetve érzelmi reakciókat. Az első nagyon fontos dolog, hogy meg kell tanulni relaxálni. Ma már rengeteg könyv, internetes oldal, sőt telefonos applikációk is segítenek ebben. Tényleg nagyon egyszerű dolgunk van, mindenki kiválaszthatja azt, ami neki leginkább szimpatikus, és ezekkel akár már néhány perces relaxációt is könnyen el tudunk sajátítani, és ezek nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni a feszült helyzetekben. De hogy mondjak egy nagyon egyszerű példát egy pár perces relaxációra, csukjátok be a szemeteket, és képzeljetek el egy olyan szituációt, amikor nagyon jól éreztétek magatokat, ez lehet akár egy nyaralás is, és próbáljatok meg minél mélyebben belemenni, minél apróbb részleteket felidézni, hogy miért éreztétek magatokat akkor nagyon jól, és ez segít egy kicsit ellazulni, és egy ilyen pár perces ellazulás is már nagyon sokat segíthet abban, hogy kevésbé legyetek feszültek. A következő, amit érdemes megtanulni, hogy figyeljetek oda a légzésetekre. Stresszes szituációban sokaknál ugye szaporább lesz a légzés, és szinte kapkodják a levegőt,
Ilyenkor azt tudom tanácsolni, hogy érdemes egy kicsit megállni, becsukni a szemeteket, és kizárólag a légzésetekre figyelni. Tehát arra, ahogyan lassan beszívjátok a levegőt, utána pedig lassan kifújjátok. Ezt egy párszor csináljátok meg egymás után, és próbáljátok kizárólag a légzésetekre figyelni. Ez is nagyon nyugtató hatású, és tényleg egy nagyon egyszerű, de nagyszerű trükk. A következő tanácsom az az, hogy próbáljátok meg kikísérletezni, kitapasztalni, hogy mi az, ami megnyugtat és feltölt titeket. Ez van akinek a zenehallgatás, van akinek az, hogyha felhívhat olyas valakit, aki meg tudja őt nyugtatni, van akinek egy kis séta, van akinek az, hogyha tombolhat egyet, nem vagyunk egyformák, próbáljátok ki, hogy mi az, ami nektek beválik. Ha lehet, akkor a stresszes időszakokban, illetve szituációkban kerüljétek, vagy próbáljátok meg minimalizálni a koffein tartalmú, illetve különböző pörgető hatású italokat, hiszen ezek fokozhatják a stressz tüneteit. A stressz a legtöbbünknél izzadást vált ki, ami elég kellemetlen lehet mondjuk egy olyan szituációban, amikor jó benyomást kell tenni, legyen az akár egy vizsga, egy fontos megbeszélés, vagy éppen egy állásinterjú. Hát valljuk be, hogyha egy óriási izzadság folt ételenkedik a blúzunkon, az minden csak nem jó benyomás. Ha előre tudom, hogy ilyen szituáció következik, akkor olyan izzadásgátlót használok, amivel tutira nem kerülök ilyen helyzetbe, és nem kell még pluszban az izzadáson is stresszelnem magam. Úgyhogy én a Rexona Maximum Protection izzadásgátlót használom, ami nekem nagyon bevált és már többször bizonyított. Ha ezt használom, akkor biztosra vehetem, hogy nem fogok izzadni, viszont van néhány dolog a használatával kapcsolatban, amit érdemes figyelembe venni, és a dobozában van is egy kis használati útmutató, amit érdemes elolvasni. Ezt az izzadásgátlót a legjobb hatás kifejtése érdekében érdemes előző este lefekvés előtt használni, ugyanis éjjel pihenés közben a legkevésbé aktívak a verejtékmirigyek, így ez az izzadásgátló ilyenkor tudja kifejteni a hatását, és másnap, amikor valóban szükség lesz rá, tud majd igazán hatékony lenni. Ez egyébként egy krémes dezodor, úgyhogy nagyon könnyű eloszlatni a hónaljon, nagyon kellemes illata van, egyébként több verzióban is kapható, és valóban nagyon hatékonyan véd az izzadás ellen. Én ezt egyébként nem is használom napi szinten, de amikor valamilyen fontos esemény vagy stresszes helyzet előtt állok, akkor csak is ezt a Rexona Maximum Protection-t használom, és nekem nagyon-nagyon bevált. A következő fontos dolog az az, hogy hosszú távon is tehetünk a stressz ellen, például rendszeres sporttal, és itt nem kell arra gondolni, hogy minden nap 2 órát kell izzadni az edzőteremben. Sokkal inkább arról van szó, hogy találjátok meg azt a sportot, azt a mozgásformát, amiben örömötöket lelitek. Ez lehet akár tánc, görkorcsolyázás, futás, különböző kondigépeken való edzés, de akár napi fél óra séta is csodákra képes. Ezen kívül természetesen nagy hangsúly van a megfelelő étkezésen is, bár tudom, hogy stresszes időszakban ez sokaknál egy kényes téma. Éppen ezért ilyenkor érdemes akár különböző vitaminokat vagy étrendkiegészítőket szedni, illetve nagyon fontos az is, hogy legalább napi 1,5-2 liter folyadékot, lehetőleg vizet is megígyatok, hiszen ez elengedhetetlen a szervezet megfelelő működéséhez. És végül, de nem utolsó sorban, nagyon nagy hangsúly van az alváson is, ami tudom, hogy stresszes időszakban megint csak egy nehéz téma, de van néhány olyan dolog, amivel segíthetjük a nyugodt éjszakai pihenést, és ezáltal a stresszt is mérsékelhetjük. Igazából nem is az a fontos, hogy feltétlenül este 8-kor ágyba kerüljetek, és legalább 10-12 órát aludjatok. Sokkal inkább a minőségen van a hangsúly, mint a mennyiségen, bár az tény, hogyha napokon keresztül 4-5 órát alszotok, az biztos, hogy nem vezet semmi jóra. Ha lefekvéshez készülöttök, akkor próbáljátok megteremteni az optimális feltételeket a nyugodt éjszakai pihenéshez. Gondolok itt arra, hogy lefekvés előtt 1-2 órával már ne egyetek ilyen nagyon nehéz zsíros ételeket, illetve legyen megfelelő hőmérséklet a szobában, ne legyen túl meleg. Kapcsoljátok ki a különböző elektronikai eszközöket, meg zavaró fényforrásokat, tehát legyen teljesen sötét a szobában. Illetve talán ami a legfontosabb, hogyha befekszetek az ágyba, akkor már ne vegyétek elő a telefonotokat, ne nézegessétek a különböző közösségi oldalakat, meg e-maileket, stb., hanem ezeket intézzétek el még azelőtt, hogy az ágyba feküdnétek. Ezek lettek volna az én tanácsaim a stressz kezelésére. Bízom benne, hogy találtatok köztük hasznos információkat, de nagyon örülnék, hogyha megosztanátok velem a kommentek között, hogy ti hogyan kezelitek a stressz különböző szituációkban. Szerintem ez másoknak is segít. Lehet, hogyha látják, hogy kinek mi válik be. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen annak mindig nagyon örülök. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!